A 2023-as év beruházásainak fókusza az energiahatékony működés szolgálta a gyulai várfürdőben. Többek között saját erőből egy 500 kW-os napelemrendszert építettek, valamint újra aktiválták a 4-es kutat, melynek a célja az, hogy a hőenergiáját újra használva a jövőben ne használjanak gázt. Emellett a szolgáltatás minőségének javítása érdekében számos fejlesztést indítottak el. Az egyik ilyen a Beach Bar, valamint a versenyúszoda melletti étkezőegység lebontása, valamint teljes újraépítése. Ezzel a gyermekvízi paradicsom és a Beach Bar körüli rész teljesen megújult. A támogatásokból megvalósuló egyik nagy beruházás a főépület átalakítása, melynek műszaki átadása már megtörtént. A vendégforgalom elmaradt a tavalyi évtől. Kun Miklós kiemelte, az idei év első 4 hónapjának vendégforgalma elmaradt a tavalyi év azonos időszakához képest. Mi mindig a nyárból érünk. És ha a nyár erős, akkor a fürdő jól működik. Ha egy erős nyarunk lesz, sokan érkeznek a városba, és viszik a jó hírünket, és visszatérnek hozzánk, akkor a fürdő jó évet fog zárni. A terveink szerint egyébként nem terveztünk látogatószámemelkedést. Egyébként még nem értük el a Covid előtti látogatószámokat. Tehát most 2023-ban is a Covid előtti látogatószámtól 4,3%-kal elmaradtunk. Tehát a Covid előtt 600 000 fölötti látogatószámaink voltak, most 586.300 fő volt egyébként 2023-ban a pontos szám, és ugyanekkor a számot terveztünk 2024-re. Az igazgató kiemelte, idén felújítják a lovardát, ezért olyan időszak is előfordul majd, amikor nem lesz folyamatosan zárt terű termálmedence. Ez hatással lesz a 2024-es vendégforgalomra. A falon végig kerámia lapok fognak futni, amin megvilágítva akár bordóval, ami a termálfürdőnek a színe, bordóval hátulról megvilágítva Gyulaváros emblematikus épületei lesznek láthatók. Ezen kívül tervezünk egy kis szobrot is a fürdőben. Ez legyen meglepetés egyenlőre, és még most is gondolkodunk azon, hogy mik lehetnek azok az installációk a lovardában, amik a fókuszpontját megadják az épületnek. Mindemellett a galériáról feljutás meg lesz oldva a lovardán belülről is, tehát ott egy plusz könnyen megközelíthető pihenőtér lesz még kialakítva. Kun Miklós kiemelte, erős nyára számít, abban bízik, hogy jó idő lesz végig, hiszen amit nyáron megkeres a várfürdő, abból él egész évben. Az igazgató reménykedik abban, hogy elég forrás szereznek ahhoz, hogy saját erőből megvalósuló beruházásokat valósítsanak meg a jövőben is.